A járványhelyzet nem csak az utcai öltözéket változtatta meg, ügyintézések sokaságánál kerültek előtérbe a digitális megoldások. Ez azonban lehetőséget adott az adathalászoknak is, akik bankok neveivel is visszaélnek. Először mindig érdemes a küldő e-mail címét megnézni, már az is gyanús lehet. Ahogy az is, hogy a levél magázódást és tegeződést is tartalmaz, mielőtt ezek ellenére is a megadott linkre kattintunk, érdemes megnézni, hova navigálna az adott hivatkozás. A bankok, közművek és telefontársaságok mellett egyre gyakrabban élnek vissza a NAV nevével is. Több bejelentés érkezik a Nemzeti Adóhivatal hivatalhoz is azzal kapcsolatosan, hogy valamilyen visszafizetéssel kecsegteti a NAV őket. Ehhez pontosan meg kell adni a bankkártya adataikat, ügyfélazonosító adataikat, ügyfélkapus azonosító adataikat és jelszavaikat. Nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a NAV soha semmilyen körülmények között nem kér bankkártya, illetve azonosító adatokat, mert őben más és eltérő ettől az értesítési gyakorlatunk, hiszen ügyfélkapun keresztül, illetve postán vagy adószámla kivonaton tartunk kapcsolatot az adózókkal, ezeken a csatornákon értesítjük az adózókat. Míg a csalók általában e-mailen keresztül, SMS-ben vagy telefonon keresik meg az ügyfeleket. Ha valaki úgynevezett CVV vagy CVC kódot kér, biztosak lehetünk benne, hogy csalóval van dolgunk. De sajnos még mindig vannak olyanok, akiknél célba érnek az adathalászok próbálkozásai. Sok esetben az is előfordul, hogy a bejelentésre tájékoztattak arról minket, hogy már megadták ezeket az adatokat, viszont a visszaigénylés nem érkezett meg hozzájuk. Sajnos semmilyen lehetőségük nincs ennek a kompenzálására, ilyen esetben büntető feljelentést tudnak kezdeményezni a rendőrségen. Azokban az esetben, hogyha valaki már ennek a visszaélésnek az áldozata lett, akkor mindenképpen jelezze a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé, és hiszen próbáljuk azokat az e-mail címeket felderíteni, amelyekről visszajönnek a hivatal nevében, és büntető feljelentést kezdeményezünk mi magunk is. Az esetek visszaszorítása érdekében a NAV sajtóreferense hangsúlyozta, a túlfizetést csak a 17-es nyomtatvánnyal lehet visszaigényelni, linkre kattintással nem.